Itt vagyunk Kerekegyháza határában, mögöttem egyébként az ország egyetlen működő pusztai temploma található. De nem csak emiatt jöttünk ide, hanem azért, hogy megnézzük, hogy hogyan is működik fenntarthatóan egy igazi ökogazdaság, és azt is megtudhatjuk, hogy hogyan lehet fenntarthatóan megünnepelni a kereszténység egyik legfontosabb ünnepét, a húsvétot. Milyen autentikus. Szia, Olgi! Szia! Hát köszönöm, hogy fogadsz itt ezen a gyönyörű tanyán, amit látok legalábbis eddig, de ezen a kis asztalon megakadt a szemem, mert remélem, hogy látszik, hogy ez mit jelent szolgál? Amit nem termelünk meg, mert elég sok mindent megtermelünk, de amit nem termelünk meg, azt elcseréljük egy másik gazdával, és így a közeli érintkezés ki van kerülve. És mi az, amit akkor itt cseréltek, vagy csereberéltek egymással? Például most már nekünk nincs tehén, akkor a pár kilométerre lévő gazdaságból Irénke hozhatja a túrót, vagy a sajtót, és akkor őneki nincs mondjuk szalonna, akkor elcseréljük szalonnára. Háradjatok beljebb. Köszönöm szépen. A fogadóbizottság. Úristen, de szép ez a kutya. Hello. Ő nem bánt? Nem, már reggelizett. Már? Szevasz, drág. Nagyon szép kutya vagy. És hallom, reggeliztél. Jó, akkor engem már nem fogsz megenni. Megérkezett a gólya is. Mekkora a tanyátok? Mert itt azért jó nagy, azt látom. Az egész terület... Vagy egész gazdaság, ugye? Az egész területünk nincs egészen 20 hektár, de mondjuk ezt az ősi családi birtokot mi folyamatosan tudtuk visszavásárolni, és a romokból ennyire fölépíteni, hogy azt a kultúrát tükrözze, ami előtte itt volt, tehát a paraszti kultúrát is, és az egész gasztronómia, minden, ami ebben benne van. Olga és férje Laci itt a pusztán született, a homokhátságban nőttek fel, a felvezetőben látott templomban volt a keresztelőjük. Majd fiatalon Budapestre költöztek, ahol egy nemzetközi vállalatnál dolgoztak, míg nem három gyermekükkel végül visszavásárolták a családi tanyát, és felújították azt. Most arra gyakorlatilag önellátóak, de nem elégedtek meg ennyivel. Ha éppen nincsen járvány, iskolásokat, óvodásokat fogadnak, hogy megmutassák nekik, mit is jelent a fenntarthatóság, milyen is a körkörös gazdálkodás. A rendek tanyán szinte nincs is hulladék, gyakorlatilag mindent felhasználnak valamire. Ez a szárkéve most itt a széltől is nagyon jól véd, de ebből a szárkévéből, ha azt akarjuk, hogy leegyék az állataink, a marha vagy a birka, az takarmány is, akkor marad maga a szárbordó, amit így hívunk. Ezt rengeteg a növények mellé tudom szúrni, akkor igen, a gyerekek ebből játékot készítettek, nem volt ez a rengeteg műanyag játék. Ilyen csuhébabákat is lehetett ugye ezekből. Az a csuhéból, sőt, ez a része, mutatom. Ez pedig csodálatos dolog, kötözni, igen, nekünk is be kell nedvesíteni, és akkor pödörtük a nagymamával, és akkor ezzel kötöztük. Igen. A mák, ő mire hasznosítható? Hát ugye a gubójában termelt mák az egyértelmű, az ugye sok mindenre hasznosítható, vagy használható, de mondjuk ez is így. Tavaly előtti mák, mert ugye a tavalyi évben nem kelt ki, tehát nagyon fontos, hogy a magvakat is úgy őrizzük, hogy abból maradjon mindig tartani. A lényeg az, hogy így gumóban nem avasodik. Régen hetente kétszer legalább ettek mákosat, sőt mondjam azt, hogy az egy nagyon húsvéti szokás is, hogy nagypénteken mákos guba volt. Az egyik kedvencem. Mákos nudli. Olgi, bejöttünk a juhok, racka, juhok, racka, vagy bárány, vagy most akkor igen, mi a hivatalos? Van egy ilyen szólás, hogy a racka az nem birka, az annál több. Tehát most a rackáknál vagyunk, mondjuk az. És mitől több a racka? Azért, mert ez egy olyan ősi fajta, ami igénytelenebb, jobb a húsa, igaz, hogy durvább a gyapjúja, de az is nagyon sok mindenre használható. Nagyon fontos a legeltetés. Tehát, hogy az, hogy az ősgyepünket legeltetjük, akkor automatikusan a
rackák trágyázzák is a gyepet. Oh. Tehát ez mindig ilyen körforgásban, és sokkal többen gondolkozunk. És akkor májusban, amikor a gyapjúját lenyírja a férjem, akkor azt a gyapjút mi szintén nagyon sokféleképpen tudjuk hasznosítani. Tehát izolációra nagyon alkalmas, hogy különböző dolgokat, akár házszigetelés, tetőszigetelés, szőni, tehát arra is csodálatos dolog. A gyapjú az egy természetes dolog. Igaz, hogy később bomlik el, mint egy szalma, de attól nagyon jó a mócsolásra, mert itt a vizet így tudjuk csak megfogni, hogyha vigyázunk rá. A keresztény hagyományok szerint a húsvéti bárány Jézust jelképezi, hiszen Jézus áldozati bárányként halt kereszthalált az emberiség megváltásáért. A keresztények ezért mai napig Isten bárányának nevezik. A miséken is így szól az ének, Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Erről is beszéltél, hogy hogyan, miként óvod és óvjátok a növényeket, de van még másfajta természetes talajjavító módszer is, ugye? Igen, hogyne. Most itt láthatjuk a sima fahamut, tehát ez lúgosítja a talajt, és a kártevőket ezzel is el tudjuk űzni. Akkor itt van az alginit, hát alga, igaz, hogy ez Dunántúlról van, de ezt is szalonnáért cseréltük. Ez is nagyon jó talajjavító. És még itt van, még itt látszódik. Az, amire gondolok? Igen, ez a tehénlepény. Ez igen, erre gondoltam. És akkor be van áztatva, és akkor a talajt ezzel öntözzük meg. Itt pedig a sonkákat láthatjuk, ugye, akik még nagyon csúnyán kifejezem magunkat, de hát azért pontosan a körforgásos gazdaság egyik tökéletes minta példányai, akik, ők milyen sertések? Mangalica. Ők mangalica? Mangalica, igen. Nem mertem igen kimondani, mert hogy... Nem van szőke is, vörös is köztük. Mi boldog disznóknak hívjuk őket. A húsvéti nyuszi azon kevés hagyományok közé tartozik, ami nem keresztény gyökerű. Egy germán hagyomány szerint Osztara istennő a színes tojásokat tojó madarát a gyermekek szórakoztatására varázsolta nyullá. Itt talán már érthető a képzavar, hogy miért is tojik tojásokat a húsvéti tapsifüles. Itt Kerekegyházán persze a hagyományos módszerben hisznek, tyúkot tartanak. Meg is nézzük, hiszen Olgi már itt vár, és hogyha jól tudom, akkor itt bent vannak? Igen, a tyúkok? Néhányan, mert folyamatosan egész nap jönnek betojni. Itt van már két tojás. Attól lesz jó a tojás egyébként. Jó napot! Parancsoljon! Attól lesz jó a tojás, hogy mit eszik a tyúk, vagy hogy milyen körülmények között van tartva? Ez mind összefügg. Maga a tojás egyébként a keresztények számára nagyon fontos jelkép, az a sírjából feltámadó Jézust szimbolizálja. Húsvéti asztal tehát nincsen festett főtt tojás nélkül, ahogy a sonka sem hiányozhat a szombati vacsoráról. Ez a három funkciós... Segítsek? Igen, lehet, hogy három funkciós kemence, amit a férjem épített. Meg ez a szép is, ahogy jól látom, mert ugye mondod, hogy cserekereskedelemre, és hát hogyha idébb tekintünk, akkor bizony látjuk, hogy nagyon finomságok. Igen, füstölődnek? Igen. És milyen fával füstöltök? A kácfával, az a hagyományos. Jó lenne bükkfa és tölgyfa, de ugye a tölgyeseket itt már mikor kivágták, mindig a helyi dolgot helyezzük előnybe, de csak kemény fával lehet füstölni. Na most akkor elmegyünk, megkóstoljuk a kenyeret. Hogy van kenyér? Hát igen, van kenyér. És ezt most készült, tehát friss? Igen, friss, még talán meleg is. Aztán, hát tudom, hogy mikor kell érkezni, igyekeztem. Kenyér illatra. Hát, mondtam, hogy a rozsot megtermeljük, van, amikor kölest is teszünk a kenyérbe, botátát, mikor mi van, és van, amit megcserélünk más lisztre, hogy legyen jó minőségű búzaliszt is. De milyen szép a színe is. Hát a színe is, vagy az illata is, majd mindjárt megszagod. Hát most már könnyebb vágni egy picit, hogy szagod, csak meg. És még érezni, hogy jön a meleg. Jó, akkor szerintem vegyetek is belőle. Tehát látod, nem a hófehér színe van, és akkor a batáta ad neki egy kis rugalmasságot, vagy krumpli, mikor mi van.
van, amikor még krék krumplit is teszek bele. Akkor te nem most kezdted el a kenyérsütést, mint oly sokan az országban, ugye itt a Covid, ahogy betámadta az országot. Hát ez csodálatos dolog, hogy igen, mindenki elkezdték. Igen. Ogi, ugye az egész gazdaság a körforgásról, a fenntarthatóságról szól. A húsvéti ünnepekkel kapcsolatban tudsz ilyen jellegű jó tanácsokkal szolgálni? Tehát hogyan lehet a húsvét fenntartható? Például az, hogy vízzel jó megöntözzük a hölgyeket, tehát vizet használunk, nem mást. Akkor a tojásfestésnél használjuk a hagymahéjat, a céklát, azokat a technikákat, ami teljesen természetes levéllel bekötözgetni, és ez a fenntartható, és szerintem ezt szeretik is a mai fiatalok. Egyre inkább jön vissza, én is azt gondolom ezt a Igen, hál' Istennek. Hát örülök neki, hogy itt lehettem, és örülök annak, hogy azon kívül, hogy ezt a fenntartható ökogazdaságot megtekinthettem, még ugye nagyon nagy betekintést adtál a paraszti hagyományokba, ami szintén fontos számotokra, hogy ezt ápoljátok. Ez ápoljátok. A fenntartható. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen máskor is. Hát itt a Rendek Ökocentrumban nagyon-nagyon sok mindennel megismerkedhettünk, nagyon sok állatot láttunk, tyúkot, kutyát, rackajuhot, disznót, és hát akkor azt gondolom, hogy nagyon stílusosan egy ilyen kis állatos locsolóverssel szeretném zárni a mai kis húsvéti adásunkat. Sivatagban él a teve, locsolkodni jöttem. Hehe. Sziasztok! Kövesd és olvasd a Grindexet még több érdekes információért!